funkcionálisan, ami miatt a vinilt tényleg erős volt a dinamika tartomány miatt és társai miatt, az a lemezek nagy részében nincs benne. Hát mondjuk egy merch lett. Egyszer a Justin Bieber rakta ki talán uh, Instagram sztoriba, hogy, uh, hogy amikor elmentek aludni, akkor kapcsoljátok be, lehalkítva a számomat, uh, ugye ilyen lúppal lejátszva, hogy ezzel több bevételt érjen el, de hogy vannak ilyen trükkök és ilyen kártékony módszerek arra, hogy hogyan érjenek el több hallgatást, hogy... És azt kérdeztük az emberektől, hogy ha meghallgatod a végeredményt, akkor meg tudod -e mondani, hogy melyiket írta ember, és melyiket gép, és melyik a közös alkotás. És a kísérlet eredmény az volt, hogy az emberek 19%-a találta el mind a hármat. Tehát 81% már most nem tudja megmondani a különbséget. Mert ha mondjuk most a Spotify-t előbb bedobtuk, én a TikTokot jobban bedobnám, mint Tehát, hogyha a Spotify-t okoljuk a zenéknek a rövidségére, akkor inkább a TikTokra mutogatnék, mert ott, ott még rövidebb dolgok vannak, és inkább mondjuk TikTok algoritmusa jobb a zenét írunk, mint a Spotira. Azt mondják, hogy nem attól kell félni, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkádat, hanem azt, hogy egy olyan valaki, aki mesterséges intelligenciát használ, elveszi a munkádat. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlöm a weekly hallgatókat, én Ahmed Számi vagyok, és itt van velem műsorvezető társam, Koi Tamás is. Sziasztok! Illetve két vendégünk is van, Bánkóti Dániel, zeneipari szakértő, producer, oktató. Sziasztok! illetve itt van még velünk Dr. Tóth Péter Benjamin, az Artius uh, üzleti transformációs igazgatója. Hello. Jól mondtam, az artisius? majd Majdnem. Majdnem? Hogy, de... hogy kell kérdezni? Ez mindig olyan problémás. Art Artisiusz. És latin kifejezés azt jelenti, hogy szerzői jog, tehát olyan nagyon nagy titok Aha. nincs benne. Jó, ez nekem mindig problémát okoz, de innen már sejthető, hogy mi lesz a mai téma. A felvetés az alapvetően ugye az lesz, hogy hogyan alakított át a streaming, a zeneipart, és ugye 2010-es években megjelent ugye a Spotify, az Apple Music, és ez egy teljesen új korszakot hozott ugye a zenehallgatásba, és a streaming térnyerése az ugye most már minden szempontból átalakította a zenei part, vagy nem, de ezt meg fogjuk most beszélni. De szerintem kezdjük azzal, hogy, hogy a vendégeinket, vagy vendégeink bemutatkoznak, úgyhogy szerintem Dani kezd meg a kört, hogy csak pár mondatot, hogy, 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 hogy hogyan ismerhetnek, vagy miről is. Hát igazából én akasztottam benne, nem voltam a zeneiparban, azon kívül mindennel foglalkoztam. Tehát voltam zenész, producer, DJ, parti most oktatással foglalkozó könyveket írok, műsorokat készítek hasonló témákban, úgyhogy ilyet. Én a zeneipari minden nem szoktam moravat hívni. Bocs, most mit oktatsz a zeneiparban? Ö, ö, konkrétan nagyon sok minden van, mert nyilván itt lehet a technikai dolgokat is mondani, hogy hogyan készítsen a zenét az ember, de itt van lelki oldala is, hogy hogy hogyan viselje az ember a társágot, vagy menedzsmenti oldala is, hogy hogyan jusson az ember egyről a kettőre, vagy akár néha jogi oldal is, ami Pétert jobban érinti, hogy egyáltalán átlátni ezzel az útvesztőn, hogy jogdíj nem, stb. 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 Szóval nagyon sok minden van, amit lehet itt És hogyha van mondjuk egy feltörekvő ö, ifjú tehetség, aki úgy dönt, hogy mondjuk fejleszteni akarja magát ezen a területek, oda megy hozzád, és azt mondja, hogy figyelj, tanítsd már meg nekem, légy azt, hogy hogyan viseljem el pszichológiailag azt a nyomást, ami De, rám nehezedik. Két... Konkrétan ide mindig, mind, minden, minden, stációnak már van a maga problémája. Nyilván kezdőnek az a problémája, hogy még nem tudja kezelni a szoftvert, hogy nem ért annyira a zenekészítéshez. Egy, új félig befutott előadónak már, már más jellegű problémái vannak. Én mindig azt szoktam mondani, hogy minden a szintjén nyomorog. Világos. Péter, miről is várhatnak a hallgatók? Ami a Dani van, jó, kiegészítjük egymást, mert én vagyok az akasztott én... ember a zeneiparban, én... meg a minden más. Én 23 éve dolgozom az Artisiusnál, tehát végig kísértem ott ezt az egész digitális átmenetet, ami a zeneipart jellemzi. 2000, meg 2001 volt szerintem a még a CD világnak a csúcsa. Tehát ott voltak a legnagyobb eladások, a legnagyobb értékű piaci jelenléte ennek az egésznek, és közben már ugye elindult, akkor még csak nem, nem legális formában, de elindult már nagyon az online piacnak a térnyerése. És azóta hát én jogászként kezdtem, de egyébként kommunikációval foglalkozom, meg az utóbbi időben elsősorban az Artisiusnak egy ilyen stratégiai tervezésével, meg a működésünknek az átalakításával, mert egyébként az a munka, amit mi végzünk az Artisiusnál, az ugye a jogdíjak beszedése és felosztása, az egy eléggé komoly, egyrészt egy nemzetközi ilyen szabványrendszernek a működtetését igényli, másrészt elég komoly informatikai fejlesztéseket, meg eszközök használatát igényli ahhoz, hogy azok a pénzek valóban azokhoz jussanak el, akiknek a dalát a rádió, a tévé játsza, az online felületeken megy, meg a koncerteken játszák. Jól hangzik. Azért gondolom, hogy komoly algoritmusok vannak ott most már, hogyha ennyi minden szempontot figyelembe kell venni. Ez egy egyre komolyabb informatikai kihívás minden jogkezelőnek, tehát az a modell, amiben egyébként ez régen működött, hogy egy országban egy jogkezelő, és akkor ez mindent faltól falig magának csinál, ez egyre inkább kezd megváltozni, egyre több olyan külső szolgáltató van, akikkel mi is dolgozunk, akik például zenefelismerést nyújtanak ahhoz a munkához, amit mi végzünk, és akkor ez egy pontosabb, meg hatékonyabb adatfeldolgozást és jogdíjkifizetést jelent a végén. Uh -huh. Erről majd szerintem még fogunk beszélni, de Tamás, szerintem beszéljünk arról, hogy a mi inspirálta a témaválasztást mesélnél erről? Igen, nagyon érdekes és személyes példát hozott fel a, a Wall Street Journal egyik cikke, a szeptemberi cikke, ami egy könyvet szemléz egyébként, egy ebben a témában született már egyébként a, a Egyesült Államokban kapható könyvet. A, ugye a, a, itt a Temptations-nek a 1972-es slágeréről ír ez a, a cikk, ami a ugye a Papa Rolling Stone című sláger, ami nyert három Gremítés, és a billboardnak a, a, az élén volt sokáig. És ez egy 7 perc hosszúságú zeneszám egyébként. Most direkt meghallgattam egyébként befele jövött munkába. Nagyjából úgy épül fel, hogy másfél percig csak intro van ebben a, a zeneszámban, és utána, utána kezdenek el csak énekelni, és az első refrén az valahol négy percnél hangzik el. Tehát ilyen, ilyen teljesen mai szemmel nézve teljesen, teljesen fura az egész, de mondjuk, ha kicsit újabb zenéket nézünk, ott van például a Michael Jackson trailere, ami ugye mindmáig a legnagyobb példányszámban számban eladott album, ha jól tudom, 70 millió példányt tartanak nyilván ezzel kapcsolatban, és ott is az is egy, ugye egy ilyen hat perces szám, ahol Fél percig ajtónyi korgás van, meg farkas üvöltés, meg nem tudom, és akkor utána jön be valami, valami eh, eh, zene. És hogy ugye az, vettem fel ez a cikk, hogy ha ma menne a stúdióba a vagy Michael Jackson, akkor ezek a számok ezek egészen máshogy épülnének fel, és egészen más, hogy szólnának. Először is sokkal rövidebbek lennének valószínűleg, és. és hogy máshogy épülnének fel, de hogy ennek, ennek mi az oka? Igazából ezt karcolgatnánk ebbe, ebbe az adásba. Miért és hogyan fizet, hogyan súlyoz a Spotify? Egyáltalán kezdjük onnan, hogy, 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 hogy miért fizet a Spotify, és mennyit fizet a Spotify a, a, a művészeknek, meg az előadóknak. Még egy, picit még előbbről hadd kezdjem, mert szerintem egyébként ez, ez a változás, ez nem a technológiának köszönhető, és egyáltalán nem egy új jelenségről van szó, hanem az, ahogyan a zenét, ahol a zenét hallgatjuk, meg ahogyan hallgatjuk, az befolyásolja azt, ahogyan a zenét írják. Tehát nyilván Mozart korában operában hallgattak zenét, hosszú zenedrámai műveket, Tehát akkor azt kellett írni, hogy el akartunk jutni az emberek füléhez, meg koncerttermekben, ami megint csak egy nyugodt, beülős, x időtartós egészestés elfoglaltság volt. Tehát, Azóta nagyon sokszor változott meg az, hogy a, a mainstream zenehallgatás hol történik, és ezzel együtt mindig változik az, hogy, hogy, hogy hogyan írjuk meg a dalt. Hát tulajdonképpen szerintem minőségben egy kisebb váltás a rádióról a streamingre, mint egyébként a rádió a korábbiakhoz képest. Hát a, az, hogy HUK kell, tehát ez a megragadó, azonnal megragadó zenei motivum, ez, ez nem a streamingnek a a szüleménye, hanem ez a mainstream rádiózásnak az eredménye ott volt az, hogy nehogy elkapcsoljon a hallgató, minden dalban az első 15 másodpercben kell legyen valami ilyen. És ez persze még tovább változott most, megváltozik az albumformátum, nem albumot adunk ki, hanem, hanem egyenként, de ez, ez szerintem nem, talán nem is azzal függ össze, hogy hogy és miért fizet a Spotify közvetlenül, hanem hogy a közönség hol és milyen környezetben hallgat zenét. De hát a Spotify-nál azért csak van egy olyan limit, nem ha jól tudom, hogy van ez a 30 másodperces határ, e, na erős, és meg nem tudom, hogy te nyilván ezt, ebben jobban képben vagy, ugye ami, ami alatt nem számít. Tehát gyakorlatilag, mintha se játszotta volna az ennek számot a, a, a hallgató, a 30 másodperc felett fizet a Spotify, és ugye van még egy fontos, határ, ugye ez a végighallgatták el számot, vagy nem, mert hogy onnantól kezdve, hogyha végighallgatták, akkor ugye a, a bekerül az ajánló rendszerbe, vagy jobban súlyozza az ajánló rendszer a az Spotify azt az adott számot, és itt számíthat az, hogy ne legyen túl hosszú, mert ha túl hosszú, akkor nem fogják végighallgatni, és így le, lepontozza gyakorlatilag a, az ajánló rendszer. De százalékos általában ez a retention, tehát mm -hmm. nem, nem, feltétlenül idő, idő alapú. Tehát ha mondjuk a YouTube algoritmus figyeljük, tehát hogy hogyha mondjuk egy órás videóból végignéztünk mondjuk 10 percet, az egy ugyanolyan jó százalék, mint ha mondjuk egy 5 percesből hallgatunk meg mondjuk egy percet. Tehát, hogy nem, szerintem nem idő van, hanem százalékos megtekintés, illetve a hallgatottság. Meg azért persze van ebben, tehát mindig a, a, a zenére, meg a zeneiparra, ez mindig ez a kettősség jellemző volt, és ez mindig persze értelmezési nehézségeket okoz, hogy ez egy önkifejezés, és közben egy üzlet és egyébként mindig valószínűleg az, a, az igazán sikeres az, ami ez között a kettő között egy egészséges egyensúlyt tart, és biztosan vannak olyan produkciók, akik csak a pénzre mennek, és akkor azt nézik, hogy hát, hogyha 30 másodpercig kell hallgassák, akkor én írok 31 másodpercest, mert akkor többet tudnak belőle meghallgatni, több pénzt kapuk a végén ilyen típusú visszaélések egyébként megint csak mindenféle rendszerben az adott rendszeren belül megtörténtek, megtörténnek. Tehát a rádiós szerkesztőkről, akik éjjel háromkor nem rakja ebbe azt a dalt, ami akkor úgyse veszít hallgatót, de a jogdíj ugyanúgy meg lesz belőle. Tehát mindegyiknek megvolt ez a fajta saját visszaélés. Péjolának hívták Hannót, ebből nagyon sok botrány volt. Hát, hogy ennek is kezd kialakulni, és egyébként megvannak ez ellen a törekvések, hogy hogyan lehet ezeket a visszaélésszerű dolgokat kizárni. Talán egyébként nem is ezt kérdezte, hanem hogy a magára a mainstreamre milyen hatással van, de egyébként ott is látszanak ezek. Tehát valóban a rövidebbek a dalok, nem az album az, ami uralkodó, hanem egyre inkább a kisebb megjelenések, akár dalonkénti, akár ilyen hármasával, négyesével, tehát ilyen EP-szerű megjelenések nagyobb számban megjelentek. Többen írnak dalt, de ez egyébként például, tehát közösen többen írják a dalokat, ez, ez például a mi statisztikáinkban annyira nem szembeötlő, mint az amerikai statisztikákban. Tehát ott például azt mondják, hogy az ilyen toplistás daloknál már elkezdett fölcsúszni ilyen majdnem úgy 10 szerző per dal szintre ez a mi statisztikáink szerint a magyar rádiós top zenék, meg a magyar online top zenékben ez ilyen három és fél szerző per dal, az az, ami az átlag. Tehát nálunk egy picit egyébként ezek csúszásban is vannak, egy picit kisebb a zeneipar, kisebb a hallgatóság, ez egy sok globális trendrég, ez az, hogy nálunk egy picit késve, vagy máshogy be. Akkor egyébként, hogyha mondjuk feltettem volna azt a kérdést, hogy a streaming jó vagy rossz irányba terelte a zenekart, akkor lehet, hogy az a válasz erre, hogy nem a streaming, hanem a hallgatók, vagy a hallgatási szokások terelték ebbe az irányba a zeneipart? Ez hmm, az, az, jó kérdés. Mert ha mondjuk most a Spotify-t előbb bedobtuk, én a TikTokot jobban bedobnám ide. Tehát, hogyha a Spotify-t okoljuk a zenéknek a rövidségére, akkor a TikTokra mutogatnék, már ott ott még rövidebb dolgok vannak, és inkább mondjuk TikTok algoritmusa jobb zenét írunk mint a Spotify-ra, mert a Spotify az egy folyam, azt végig hallgatják az a háttérben, hogy a TikTokot viszont hamarabb eltekerik. Tehát egy csomó esetben. Én, én azt mondanám, hogy oda-vissza technológia is, fogyasztási szokás, felnőtt egy, egy teljesen más, vagy hallgató generáció, akinek sokkal magasabb az inger küszöbe, kicsit figyelem, figyelem tehát nem tud egyszerre egy dologra figyelni, ez főleg a én ezt szerintem az időseknél is látom, de nem, nem feltétlenül csak a gyerekeknek a, vagy a tiniknek a, a, tulajdonsága. Egyszerűen több mindent csinál, több inger éri. Szerintem ez, ez egy ilyen társadalmilag is megfigyelhető dolog. Tehát nem, nem tenném a technikára, így mindenki, hogy azért már, hogy algoritmusra írunk um, zenét, stb. stb. Inkább igazodtunk, tehát a zene inkább igazodott onnantól kezdve, hogy elvesztette a monopól helyzetét, mondjuk a Napster botrány után. Uh -huh. Világos, tehát akkor gyakorlatilag ez egy sok tényezős Igen, igen teh tehát most már nem az van, hogy van három rádióadó, és bármit le tudnánk tolni az emberek torkán, és bárkiből sztár tudnánk csinálni, hanem van négy milliárd csatorna, és, és alulról jövő projektek bekerülhetnek. Egyszerűen nincs kontroll az iparnak a közönség fölött, mint régen, hanem, hanem a, egy ilyen, egy ilyen ős irányít most mindent, és ezért látunk olyan projekteket, olyan produkciókat, am amit normál esetben sose tudtak volna befutni. Uh -huh. Tehát, hogy akkor itt, itt meghatározó szerepe van annak, hogy egyáltalán elérjék a hallgatókat, tehát most már nem az van, hogy egy személyben valaki, egy kiadó akár eldönti, hogy ez mehet, és akkor az menni fog, hanem akkor gyakorlatilag a felhasználóknak nagyobb döntési joga van. Hát a, 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 a felhasználóból kreátor vált. De uh -huh. ez szerintem minden, minden területen így van, tehát ez egy nagyon érdekes, hogy ilyen összecsúszás lesz szerintem. Uh -huh. 15 évben. De hogyha mégis meg kéne nézni azt, hogy melyik a legjövedelmező platform, akkor akkor hogyan néznek ki itt a bevételek eloszlás szempontjából? Tehát mondjuk melyik streaming felület fizet többet akár, vagy hogy a, a már valaki mondjuk egy befutott előadó, és neki kell, ő neki mondjuk a profit maximalizálása célja, akkor ő neki hogyan kell súlyozni az időt? Te tudod a legjobban. Igen, van. egyébként nagyon egyszerű, tehát ezt abszolút ki lehet találni, hogy abból van a legtöbb pénz, amikor egy produktumért a közönség közvetlenül fizet. És annál több, minél inkább fókuszáltan azért az egy produkcióért fizet. Tehát magyarul, ha sorrendbe kell raknom, akkor alul van a rádió, meg a YouTube, ahol reklám, hallgatás, tehát reklám hallgatás megnézés útján keletkezik a bevétel, és közvetlenül nem fizet érte a közönség. A következő szint az előfizetéses jellegű dolgok, direkt mondok online is, meg nem online is, tehát ez a mondjuk a Spotify, meg a Kábel TV, mind a kettő esetben ugye fizettünk előfizetési díjat, de nem közvetlenül XY zenésznek, és a piramis csúcsán egyértelműen az élőzene van. Tehát nem véletlen, hogy hogy azért különösen itt Magyarországon, de máshol is a világon az élőzenei piac a legerősebb, és a, a, ott, ott, ott jelenik meg a leginkább az, hogy közvetlenül fizettek a produkciónak azért, hogy én azt ott élőben megtekinthessem. Egyébként Ugye ez viszont már nem egy annyira széles kört ér el, mint amennyire az előbb említettek, tehát így tud ebből kijönni egy olyan képlet, hogy nyilván ez a sűrű fillér az a sok, sok hallgató telérek mellékesen háttérzeneként, és a másik végén vannak ugye az úgynevezett szuperrajongók, akikről mostanában egyre több szó esik, tehát azok, akik kifejezetten hajlandóak is több áldozatot vállalni, meg több pénzt is fizetni az adott, az adott produktumért az adott előadónak, és az ő csúnya szóval élve monetizálásuk, ez egyébként a zeneiparnak a mai egyik nagy kérdése, mert ezzel a minden zene elérhető 10 dollárért, ezzel, ezzel valójában egy olyan helyzetet sikerült elérni, hogy ezek a szuperrajongók sem fizetnek többet, pedig ők egyébként akár hajlandóak lennének, és egyelőre még mindig szinte csak az élő zene az, ahol ezért hajlandó többet fizetni, ahol hajlandó nagyobb áldozatot vállalni és keresik a különböző kiadók, menedzsmentek, azokat az egyéb alternatív utakat, hogy hogy lehet még ezeket a szuper rajongókat valahogy egy kicsit jobban monetizálni. Nekem az a kérdésem, hogy mennyire tudnak ehhez a megváltozott helyzethez alkalmazkodni azok az előadók, akik mondjuk még a CD korszakban szocializálódtak, tehát nem úgy ezek a feltörekvő tehetségek, akik mondjuk most TikTokon megjelennek, vagy más ilyen platformokon megjelennek, és ahol ugye az volt a cél még annó, hogy minél több CD-t el kell adni, mert akkor ott a darab számok alapján úgy jön a cash, és, és, ugye voltak is mindig ilyen egymásnak feszülések a, nagy, a zeneipar nagyjai és a, a streaming szolgáltatók között, ugye legutóbb pont talán Taylor Swift és a Spotify villongott, ugye hasonló témában, hogy, hogy mennyire tudnak alkalmazkodni a nagy mondjuk így őket, akkor nevezzük így őket ezekhez a, ezekhez a szituációk, ez a szituációhoz. Muszáj alkalmazkodni, tehát ha nem tudom, mennyire emlékeztek rá, hogy a, Tidal az hogy indult, tehát a Tidal az ilyen anti-Spotify-nak indult, és akkor összefogott egy csomó név, vagy akkor majd létrehozunk egy olyan platformot, ami jobban fizeti a, a, az előadókat, és bebukott. Tehát, hogy oké, okay, van még tájdől, de azt azt a csatát elveszítette, úgyhogy úgy, ha, ha megfigyeljük, hogy kénytelen voltak alkalmazkodni hozzá. Amúgy viccen kívül eszembe jutott egy olyan réteg például Magyarországon van ez a mulatós piac, eh, ahol még mindig nagyon pörögnek a CD-k, és én nem azt mondom, hogy komoly bevételeket, de ahhoz képest, hogy a CD ma már mennyire nem, nem pálya, nagyon komoly bevételeket csinál cd aladásokból koncertek után, tehát hogy például Magyarország, hogy a Péter is mondta, mi mindig vagyunk egy kicsi lemaradásban, hogy ennek a, a, fizikai formátumnak, meg a, a vinilnek a visszajövetele még, 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 tud bevételeket okozni, de ha most a mainstream-et nézzük, aki nem, nem tudott ehhez alkalmazkodni, annak, annak befelelzett az elmúlt pár évben. Meg egy picit hadd fordítsam vissza a kérdést, hogy előad, egyes előadók szintjén kérdezed, vagy, vagy kiadók szintjén kérdezed ezt, hogy tud-e alkalmazkodni? Is is, csak hogy ilyen megfoghatatlanul. De, de az egyes előadó szintjén ott szerintem van egy egyébként is a könyvzenére jellemző nagyon nehéz dolog, ez a mondjuk úgy, hogy zenész életpálya modell, tehát hogy egy sikeres előadó, aki a 20-as éveiben sikeres, vagy esetleg a 30-as éveinek az elején, az hogyan tudonna még úgy tovább lépni, hogy ő neki már nem lesz még több tizenéves rajongója. És hogy ezekre egyébként azért látunk jó példát is, külföldön valószínűleg többet a nagyobb merítés miatt, mint idehaza, de hogy ez egy, ez egy kihívás mindenkinek, hogy akkor, amikor már nem jönnek annyian a koncertre. Ez egy egyébként egy nagyon hálátlan szakma ebből a szempontból, meglelesul nagyon nagyok a... Csúcspontok, meg nagyon mélyek a, a hullámvölgyek, tehát ez egyébként egy létező probléma, egy nehézség, ezzel szerintem megint csak technológiától függetlenül nagyon nehéz, nagyon nehéz mit kezdeni. A kiadók pedig egyébként lassan alkalmazkodnak, hát minden ilyen nagy cég, csoport az lassan alkalmazkodik, és ebből a szempontból egyébként a magyar piac az azért érdekes, mert tulajdonképpen sosem voltak, annyira erősek ezek a nagy kiadók itt. Tehát általában lehetett azt mondani, hogy inkább a nagy nemzetközi repertoárt, a nemzetközi sikeres dalokat képviselik itt, tehát ebből próbálnák, ezeket próbálják meg értékesíteni régen CD-n, ezeknek a koncertjét szervezik, ezeket próbálják rádióba bejuttatni, és így tovább. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egyébként a legsikeresebb magyar előadók, azok nem a nagy nemzetközi hangfelvétel kiadóknál, nem, azok, nem ezeknek a menedzsment cégeinél vannak, hanem kialakultak ezek a kicsi, de azért egyre nagyobbra növő, ilyen 360 fokos modellben működő csoportok, mint a Gold Record és annak a menedzsment köre, vagy hát ugye most mindenki az Ariáról beszél, ott az ő menedzsmentje, a szupermenedzsment, ami egyébként aztán hangfelvétel kiadó, meg zenemű kiadó is lett, tehát hogy ez a 360 fokos modell kicsiben indul el most, ez is egy egészen érdekes fejlemény, hogy valahogy most ezek szerint mégiscsak erősebb részben az online-nak köszönhetően a magyar zenei piac, és nem a régi nagy szereplők jönnek ide be, hanem inkább azt halljuk, hogy a Universal megszünteti a tevékenységét. Nincs, itthon major. nincs itthon major hangfelvétel külön. Az ugyan nem illeszkedik közvetlenül a tanárs tematikájában, de engem nagyon érdekel, most ugye, most volt a Petőfi Rádiónak a modellváltása a pár hete, és hogy az mennyire illeszkedik bele ebbe a patternbe, ebbe a mintába, tehát hogy, hogy, hogy ugye csak magyar előadókat visznek, és, és tehát ez mondjuk egy kiadói szempontból, jogdíj kifizetés szempontjából fog-e bármit számítani szerintetek, vagy, vagy ennek egészen más? Jobb díjfelosztás szempontjából számít, minél többet játszanak magyar zenét, annál több forint jut magyar zenészek zsebébe, tehát ezt a részét ezt az ember nyilván érti. Itt a kulcsa az az, hogy a rádiós piac, nem tudom, hogy erről kellem a beszélgetnünk, de a rádiós piac elképesztően megváltozott. Ugye azzal összefüggésben, ahogyan a, a hallgatóságban nem tudta követni az egyre fiatalabb és fiatalabb generációknak az igényét. Tehát, hogy hogy ma nem ugyanaz a rádiós piac, mint volt, ma nem a rádiós piac jelenti a kitörési lehetőséget, sokkal több retro zene szól a rádióban, mint a rádiós esporádban. piac én, én, így Igen. úgy mondanám. tehát teljesen, ha, ha így modernul fogalmaz, boomer egy boomer platform lett. Tehát, hogy, hogy egy... Mert tényleg szemes, ugye az a háttérzene hallgatás, a zene hallgatás én. ami, ami én. autó, ami, ami, autó. Én. Egyébként ezt konkrétan egy, két-három éve mondta a emlegetett Gold Recordnak a vezetője nekem, hogy ő neki volt egyébként egy olyan embere, akinek az volt a dolga, hogy a vidéki rádiókkal úgy tartja a kapcsolatot, hogy oda mindig törekszik bejutatni, és idő múlva áttette őt az online-ra. Tehát, hogy már nem, nem, hozta vissza azt a pénzt az a, az a munka, hogy próbálja eljutatni az új előadókat a, a vidéki rádióknak a szerkesztőihez. Egyébként arra van metrika, hogy a rádióhallgatás az hány százalékban autóban történik, és hány százalékban van, vannak felmérések. Egyébként a rádióhallgatás ebből a szempontból még mindig nagyon magasra jön ki az összes felmérésben, tehát hogy sokan hallgatnak rádiót, de hogy ez sokkal inkább háttér jellegű hallgatás, mint a akár online is van háttérjellegű hallgatási része, de kisebb, mint a, mint a rádiónál. És hát ugye a rádió ebből a szempontból stagnált, és a, egy ideig különösen a YouTube kezdte utolérni ezt nagyon, de most már a többi streaming szolgáltatás is. És akkor a streamingen belül például az ilyen szerkesztett playlistek mennyire vehetik át a, a, a rádiónak a, a, a szerepét esetleg? Tehát majd már szinte ugye tudsz autóban hallgatni. Külföldön az első nagy playlistek azok régi, hát nem kirúgott, de elcsábított rádiószerkesztőknek a, a kreálmányai voltak. Tehát a Spotify-nak vannak vannak a, a, szerkesztői, vannak a robot által generált, és vannak ezek a kurátor által generált. A szerkesztői általában az, amit mondjuk én is tudnék létrehozni egy playlistet, és ott régi nagy programigazgatókat tettek be, tehát úgy próbálták cselvítani. Az Apple esetében és a Spotty esetében is, tehát hogy ez, ez, működik. Én úgy tudom, de Péter Javics ki a rossz úton, hogy, hogy már vannak magyar playlistek, és ott is elvilegben senki nem ismerheti, hogy kik a kurátorok, tehát hogy erre van egy policy, hogy titokban tartják, és, és így próbálják azt elkerülni, hogy ne legyen a belőle. Igen, hát azt megerősítem, hogy led lett ugye a Spotify-nak olyan szerkesztője, hmm. aki kifejezetten magyar zenét szerkeszt, ugye egy ideig nem volt ez, és akkor ez, ez is egy kérdőjel volt. Hmm. Folyamatos ez a változás, meg ugye a figyelése annak, hogy az emberek mire nyitottak, és igen, mind a kétféle zene hallgatásra van igény, a nagyon fókuszált odafigyelősre is, meg a, 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 ilyen háttérben ajánlott zenéknek a hallgatására itt a rádiónál, meg ugye itt a szerkesztett playlisteknél ugye van egy kurátor, aki akár eldönti, hogy, hogy, melyik számok kerülnek be. Ezzel szemben ugye itt az adás előtt beszéltünk róla, hogy van egy olyan része a streamingnek, ami ugyanaz, mint ugye régen volt a blognál, ezek a kereső optimalizálási trükkök, hogy nem tudom, hogyha fehér szöveggel, fehér átteren mm. írok szöveget, akkor majd a Google behúzza, mert úgy veszi, hogy nagyon releváns szavak vannak ott, ugye a streamingnél is vannak ilyen jellegű dolgok. Én nagyon régen találkoztam azzal, hogy egyszer a Justin Bieber rakta ki talán Instagram sztoriba, hogy, hogy amikor elmentek aludni, akkor kapcsoljátok be, lehal lehalkítva a számomat, ugye ilyen loopba lejátszva, hogy ezzel több bevételt érjen el, de hogy vannak ilyen trükkök és ilyen kártékony módszerek arra, hogy hogyan érjenek el több hallgatást, hogy milyen példákat ismert. Reng, mi, minden évben volt kiskapu. Tehát egy, egy, csomót felsoroltál, ezek a, a kamu featuringek, hogy odaírtam, mintha ő vele csináltam volna, és mire leved, levették, már volt több százezer megtekintés, voltak ezek a botpörgetős dolgok, hogy voltak olyan szolgáltatók, hogy kvázi botok mefél, meghallgatták, mint tudom én, egy percig, és az pörgeti. Re, rengeteg ilyen trükk volt, most, most azt hiszem nagy pucolás volt, hogy kitöröltek rengeteg fehér zajt mert hogy zajokat, mint meditatív vagy meditációra szánt zenéket, most az éjjel által generált zenéket próbálják súlyozni úgy, hogy pont ellen súlyozni, hogy ne úgy súlyozzák, mint a valódiakat. Tehát minden évben megvan a maga kiskapó, hogy az a YouTube esetében is így volt, hogy volt ilyen javascriptes ö, parancsor, hogy rilódója, rilódója fél perc után, tehát hogy ezek ugyanúgy megvoltak Spotify-nál is, és ez picit olyan tudod, mint, a, mint egy szoftverfejlesztés, hogy mindig vannak kis és akkor azokra szépen kell tömögetni, tehát itt is megvan. Érdekes hogy pont mondta Justin Bieber-t, a, a, mint a remixek kapcsán akartam erre kitérni, mert is egy érdekes kérdés, hogy ez a, ez a nagy remix, a Renaissance, ez mennyire köszönhető, mennyire egy hack valójában a, 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 a streaming platformok keresőjét, hackelő megoldás, és mennyire, vagy mennyire másból táplálkozik. Itt az a cikk ez a pont erre is felhoz egy példát, hogy Justin Biebernek a Sorry című számát, ami októberben jelent meg 2015-ben és ö, uh, három hétig volt a, a, a az élén, és utána egy hónappal később jött ennek egy latino remixe, amit még többen hallgattak meg, mint az eredetét, és mivel ugye mindenki erre keresett rá a spotify nak a sorry, és akkor gyakorlatilag így egymást erősítette a két, két story, hogy, hogy, hogy ez, a, ez, a, mostani remixmánia, amit, amit de egyébként ez nem csak a zeneiparban jelenik meg, mert a filmeknél is ugye rengeteg feldolgozást látunk mostanában, tehát van egy ilyen kis visszalévedés a múltban. Ez mennyire köszönhető például ennek a jelenségnek? Én talán először a Gangnam Style-nál emlékszem erre, a mondásra az sem a volt, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok megtekintés volt, ugye a YouTube-on ugye az ak akkori rekordokat döntött, de hogy még annak is talán kétszerese volt az, ami az összes többi verzió, amit valaki táncol rá és föltölti azt a videót, vagy remixek, szóval ezek a nagyon sokféle ilyen következmény videók adtak ki. És ugye ott már a youtube nak volt, a, akkor már működött ez a rendszer, hogy ezek után az ott elhelyezett reklámokból is ugyanúgy részesül az eredeti szerzőelőadó. Tehát ott szerintem ezt például elkezdték fölismerni, hogy hogy nem az a jó út, hogy csak az én verzióm van, és mindenki jöjjön oda, hanem ez a nyitás abban az irányban, hogy minél több verzió van, minél többféle módon írja el a közönséget, az egyébként anyagilag is annál jobb, annál szélesebb közönséghez lehet eljutni. Ami az a remix az inkább a SoundCloud-nál volt nagyon erős, mint a Content ID előtt. Tehát, hogy a, a, a SoundCloud konkrétan arról szólt, hogy valaki SoundCloud-ra akart, hanem, hogy alternatív verziókat tudtál szerezni dalokhoz, mert ott nem volt még Content ID, DJ Mixeket fel lehet tölteni, podcastek ott voltak először. Tehát először még az iTunesnál voltak ezek a jellegű podcastek, még a Steve Jobs érában, utána átment mindenki SoundCloudra, és ahogy a SoundCloud-ot elkezdték pucolni szerzőjogok miatt, akkor, ak akkor ment ott a lejtmeneten. És igazából, amit a Péter is mondott, hogy be lehet állítani, hogy tehát a kiadó állítja be, hogy hogyan reagáljanak arra, hogyha a kontentári talál egy egyezést. Tehát meg lehet azt csinálni, hogy azonnal tiltás, meg lehet azt csinálni, hogy akkor felezzük mondjuk a pénzt, vagy mi monetizáljuk a videódat. Tehát, hogy ez, ez mindig attól függött, hogy az adott kiadó hogyan gondolkozott, hogy azt akarja, hogy csak nála legyen fönt, vagy azt akarja, hogy minél több klón legyen, vagy ilyen remix legyen belőle. Tehát szerintem ez a remix most annyira már nem megy, mint mondjuk a tízes évek környékén. Itt már többször említettük a, 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 itt a kiadási stratégiákat, mm. hogy a TikTok milyen erős mm. szerepe van itt a, a, a zeneiparban most már, hogy ma már talán annyira erős a TikTok szerepe, hogy azt mondanád, hogy egy, mondjuk egy induló előadónak nem is érdemes kihagyni a TikTokot? Hát nem, nem hagyhatja ki. Tehát, hogy általában mindig azon a platformon kell jelen lenni, ahol ingyerembéd van organikus elérésben. Ez régen a iVIV volt, MySpace, Facebook, YouTube, és akkor minden, már végig lehet mondani, és mindenhol volt egy ingyen ebéd, és akkor utána elkezdték behúzni az organikus eléréseket, és akkor elkezdték monetizálni a platformot, és akkor így, így, így kvázi kinyírtak egy ilyen, egy ilyen nagyon virális platformot. És most a TikTokról jelenleg, ha, ha szerencséd van, egyik estéről a másikra virális lehet, hogy több ember megnézhetik a videódat, az semmiből ismert látsz, és az, hogy mit tudsz kezdeni ezzel az öt perc hírnével, az már rajtad múlik. Szóval igen. Uh -huh. És másik oldalról megvizsgálva a TikTokot, ugye nagyon sok már befutott előadónak a, a zene részletét használják fel ugye a TikTokon. Ez, ez jog szempontjából, ez mennyire megengedett, vagy aggályos, vagy egyáltalán fel lehet-e lépni ezzel, vagy fel akarnak-e lépni ezzel szemben? Alapvetően mindegy, most már látszik jól, hogy a, hogy a különböző zeneipari szereplők, most ebből a szempontból az artisztus is ideértve, hogyan reagálnak egy, egy ilyen új szolgáltatás megjelenésére, ennek mindig megvan a maga üteme, ez egy általában eléggé lassú ütem, és az a, nem az a cél, hogy letiltani, meg, meg nagyon korlátok közé tenni, hanem alapvetően ugye monetizálni, tehát az ott Lévő forgalmat, az abból keletkező bevételeket igazságosan megosztani az alkotókkal. És ez mindig egy nagyon hosszú folyamat, egy ilyen platformák különösen, és a TikTok is ugyanezen az úton megy végig, ott is szép-lassan eljönnek ezek a pillanatok. Tipikusan az is jellemző, hogy ilyenkor még nem is termel annyi pénzt, mint amennyire jól eléri egyébként a közönséget. Tehát, hogy egyébként a a jó bevétel nem a TikTokon van, viszont ott van a jó elérés, aztán majd lesz gondolom ennek is egy olyan fázis, amikor ott lesz a jó bevétel, és akkor nem ott lesz a jó elérés, az ilyen virális elérés, hanem megint egy újabb platformon. Hát igen, ezt ugye láthattuk már a Facebook esetében igen. is, amikor organikusan gyakorlatilag bárkit is elértél. 100%-os elérés volt mondjuk egy tíz évig. És most hány százalék kb? Szerintem egy alatt. Hát mi is nagyjából hasonló számokat látunk, igen. Uh, szerintem beszéljünk arról, hogy a, a, műfajok tekintetében a streaming piac e, hogyan jelenik meg a zeneiparban, hogy hogy nyilván a rádió esetében is, tehát hogy ez nem egy új keletű dolog, hogy a popzene jól megy, ugye a rádió esetében is az volt a favorit, de hogy itt a streaming esetében változtak ezek valamennyire, vagy, vagy mondhatjuk azt, hogy, hogy, ez már beágyazott a felhasználóknál? Hát ez, ez, jó kérdés, mert nagyon szegmentált a dolog. Tehát ha, ha mondjuk azt mondom, hogy vegyük azt, hogy van könnyű zene, te van populári zene, és mondjuk van underground zene, bár ezt most valahol betenni, hogy honnan kezdődik, melyik ez lehetetlen, mert ez a mihez képes kategória. Tehát nézzük azt, hogy a nagyon populáris, meg a kevésbé populáris, amikor a kevésbé populárisnak mindig voltak olyan platformjai, ami próbált, a, mit tudom én, a ilyen anti-Spotify, meg, meg, ilyen anti-YouTube, ami, ami próbált különbözni. Ilyen volt például a Bandcamp a Bandcamp is működik streamingként, meg ilyen termelői piacként kb. Tehát, hogy valamikor ilyen becsület rossz van, de most már azt is kinyírták pont a héten, tehát, hogy ott is már változások vannak, annak se fognak örülni mondjuk az underground arcok. A SoundCloud nagyon erős volt, amit nem nyírták ki, már hogy a maga a SoundCloud mint műfaj, az ott futott fel, nagyon sok ilyen bootleg remix műfaj ott futott fel, már hogy ott mindent lehetett. A Covid megint egy csomó mindent átrajzolt, úgyhogy igazából ilyen ős van, mert hogy a, a, a kevésbé populáris rétegstílusok próbáltam mindig alternatív úton maradni, csak hát oda is eljutott a pénz, oda is eljutottak az üzleti érdekek, és akkor azokat is ezt felemésztette. Így egy ilyen folyamatos fogócska van. Nagyjából azt mondanám, hogy a napfégén mindenki szerintem erre a 4-5 streaming platformra be van terelve. Nincs, nincs más opciója, tehát YouTube, Apple Music, Spotify, Tidal, nem tudom még, hogy a többi csinál komoly számokat, hogy Deezer, meg, meg piacfüggő. Lehet, hogy most a Ázsiában tudom, még tíz olyat mondani, ami ott nagyon erős lokálisan, de így mondjuk világszerte talán ezek, amit mondtam nyilván ellenésző ezekhez a platformokhoz képest a, a, a száma, vagy, a, vagy, az ismertsége, vagy a, a hallgatottsága, de, hogy hogyha már platformokat nézzük, meg a, meg a médium, médiumot nézzük magát, akkor minek köszönhető szerintetek a, a, ez a mostani vinil reneszánsz, amit látunk, illetve most már halljuk azt, hogy már, már, már DVD reneszánsz kezd lenni, és hogy lesz-e például a CD reneszánsz korszak ez alapján. Vagy kazetta? Vagy kazetta, igen. a, a reneszánsz van? Vannak. Igen, én ez a reneszánsz szót ezt erősen. Mm -hmm. Zárul, és nagyon kicsi betűvel írjuk. A, általában az összes fizikai eladásnak az értéke, és a digitális eladásoknak az értéke az Magyarországon 2017-ben találkozott, hogyha ma a statisztikákat megnézitek. Az, az, még jóval azelőtt volt, hogy igazán tömegesen az emberek streaming szolgáltatásokat hallgattak. Volna addigra a YouTube már ment, de még a, a, az a tömeges Spotify hallgatás, hogy most már azért jelen van, az nem, nem, volt. Most 2022-ben már egy a négyhez a fizikai és a digitálisnak az aránya. És ezen az egy rész digitálison, vagy egy rész fizikain belül, annak körülbelül a fele vinél. Tehát a, a teljes nagy képhez képest ez nem egy nem ez a meghatározó bevételi forma. Az egy érdekes dolog, hogy hogy tudott a fizikaim belül egyébként a CD-ről a vinére ez átmenni, meg hogy egyébként végül ez a nagy zuhanás, amit a fizikai eladások jelentettek, ez nem egy földbeállást jelentett a végén, hanem úgy megállt valahol, de azért onnan nem indul ez föl ugyanabban az ütemben, mint ahogyan az online még mindig, a magyar piacon még mindig egyértelműen. A, a vinilt kiegészíteném, ez egy érdekes dolog. Egyrészt vinilt nyomatni még a mai napig nagyon macerás. Tehát, hogy, tehát itthon nem is ismerek olyan gyárata gyárat, a, aki amúgy ezt tudja. Tehát akik tudom, hogy itthon vinilt nyomást taklanak, Németországig kell eljutni, mert ott van először szabad kapacitás, tehát hogy van igény rá. Viszont ha a technikai oldalról közelítem meg, és nem akarok nagyon ilyen, ilyen zene, tehát ilyen audió szakmázni, egy nettó hülyeség a megjelenése 90 a mert ugyebár a vinilt azért szerették régen, mert analóg. És ahhoz, hogy mondjuk ez valójában analóg legyen, ami, tehát valójában analóg történet kerüljön rá a lemezre, ahhoz az egész megelőző folyamatnak is javarészt analógnak kell lenni. Na most gyakorlatban ez annyira valós, mert hogy digitális dolgokat próbálnak áttenni vinire, ami minőség szempontból igazából, mintha MP3-ból konvertálnék egy vabot, tehát ezt, tehát semmi értelme. Tehát a, a vinil szerintem, nem akarom a hallgatókat mesélteni, inkább ilyen hipster dolog lehet, hogy van egy feelingje, jól néz ki, felteszed, van, van egyfajta egy ilyen rituáléja a lemezhallgatásnak, de funkcionálisan, ami miatt a vinílt tényleg erős volt a dinamika tartomány miatt és társai miatt, az a lemezek nagy részében nincs benne. Hát mondjuk egy mörcs lett. Tehát én. csak a zenekari póló az, ami tudom, én, hamarabb tönkre egy meg kevésbé Tudod kirakni a polcra, tehát hogy egy egyértelműen mörcsként funkcionál a fizikai igen. kiadvány. Igen, én, én Németországban nagyon sokat dolgoztam, és ott úgy működtek a, a németek. A németek érdemes tudni, hogy ott mindig tiltották a letöltést. Tehát ott a barátok köztet letorrentezted, jött a, a bünti, Tehát hogy ott ilyen nagyon szinten, de nem úgy, mint Magyarországon, hogy itt, itt ennek nem volt kultúrája, és ott eleve az a, az a, az a fajta alapszemlélet volt a nagyon fiataloknál, és ezt akkor tudom megvenni. Tehát ez volt a kérdés, nem volt tudom letölteni okosban, hanem volt tudom megvenni. És úgy működtek már 11-es évek végén a német srácok, hogy megrendelték az albumot, kirakták a falra, de amúgy Spotin vagy Apple music vagy ami az Spoti volt, mert a Spotin hallgatták. Tehát, hogy tényleg csak így relikvia. Nehogy kopjon. csak relikvia. Tehát, hogy támogatja az előadót már, vagy ott ennek valamilyen kulturális neveltetés, amilyen például a németeknél nagyon megvan. És attól függetlenül a praktikus tényleg a streaming volt. Egyébként a videójátékiparban látok hasonló mm. áthallást, ahol ugye már a digitális letöltések abszolút dominálnak, de mégis van, aki megveszi a fizikai hát mérjűvonalat. A collectors. A, ja, igen, igen, hát, igen, igen, igen. De megveszi digitálisan, vagy első között veszi meg. Hát, körülbelül ugyanaz. Körülbelül ugyanaz. Igen, az, ugye a szuperrajongókat már említettük korábban, az, az ott szerintem még még némi kreativitással egyébként lehetne piacot fogni. Tehát szerintem van volna még még lehetőség arra, hogy a vinilen kívül és a koncert egyen kívül van-e még valami. Ami... Na, hogyha hallgatja a ég... zenét, ezt hát, este... az adást. az NFT-kel ezzel próbálkoznak. Tehát csak most Az, ah, az, az is egy, egy opció, igen. <laughs> e, tudom, én, én véletlenül egy-két tizenévesen keresztül is látom a zeneipart, és, és K-pop vonalon, ez látszik, hogy ott, én, tehát én például K-pop előadókat néznék abból a szempontból, hogy hogyan lehet még monetizálni. a járatták ezt? Én úgy látom, hogy eléggé igen, tehát az új megjelenésből kettőféle CD kiadvány, amit megrendelsz, mert az egyik így csillog, a másik az meg olyan három plusz kártyát tartalmaz, tehát még ezt a vonalat is tovább tudták egy kicsit, kicsit húzni. De, de de. Meg, meg, a koncerti egy vonalat is tovább tudták húzni, hogy, hogy olyan jegy, ami nem csak, hogy előbb tudsz belépni, hanem olyan, hogy a te, te telefonoddal készíthetsz egy fotót a zenekarral, az öt beállásból kiválaszthatod, hogy hányos számot kéred. Tehát, hogy ők mindent egy picit szerintem okay. még végletesebben valósítanak meg, és lehet belőle inspirálódni. Egyébként, hogyha a fizikai adathordozókat nem merch szempontjából vizsgáljuk meg, hanem mondjuk zeneminőség szempontjából, akkor egy CD egyébként az még a Spotify jelenlegi legmagasabb pitrátáját azt megveri, nem? Nem. Papíron nincs rende valójában. Szerintem a hallgatók nagy része nem tudja megmondani a 30-as mp 3 mert a 44-es WAV között a különbséget. Tehát, hogy ez kell egy olyan hangrendszer, és kell egy olyan master, amivel ez valójában megmondható. Tehát papíron van különbség. Gyakorlatilag kevesen mondják meg, mert ha mondjuk most végignézzel, hogy hallgatnak az emberek zenét, eh, ahhoz kell egyfajta eh, lehallgató rendszer. És ez nem biztos, hogy hordozható minden esetben. Egyébként, hogyha ilyen szempontból már vizsgáljuk meg mondjuk akár a hangszórókat vagy a fülhallgatókat, fejhallgatókat, akkor ott látszódik egy ilyen trend, hogy ott is inkább visszavettek ebből a részéből, és inkább a kényelemre ugyanúgy, mint a Spotify ra mentek? Ö, nem, már, már az audiofilipar az, az, szerintem még nagyon erős. Tehát, hogy én, én azt vettem észre, hogy ketté szakadt, tehát, hogy van a nagyon olcsó, már a nagyon drága, és a, a köztes nincs. Tehát, ha, ha megnézzük az apple -nek a fülesét, és most én 250-300 ezerre, de, és ez még az audiófil kategóriának a fele kell, mert mondjuk most egy audiofil füles, azt hiszem, amit itthon a legdrágább, 900 ezer forint fejhallgató csak ez már tudod olyan, hogy ez már egy olyan dacot, tehát egy olyan konvertert kell, tehát ezt ez már nem hallgatod a buszon, mert nem, nem találsz egy olyan konvertert hozzá, ami igazából meg tudja ö, mutatni a zenének tényleg azt a teljes felbontását. Tehát ez, ez már egy lokációhoz kötött hallgatás. Tehát ez a, hát a valaki belemegy ebből a hifista világba, ott, ott nagyon, nagyon durva ilyen hangrendszerek vannak. Tehát, de, de, szerintem ez nem a nagy átlag, ez, ez ilyen 10% alatti bőven. Ja, egyébként az mindig érdekelt, hogy az emberek hány százaléka hallaná a különbséget, akár egy ilyen profi audiofil rendszer esetén, egy... Tehát mindenki hallja, csak igény nincs rá. Na, én ezt úgy mondanám, hogy a, a, a maga, hogy mit hallasz meg, hogy mondjuk átküldök neked egy fotót, ez attól függ, hogy milyen felbontású, milyen minőségi monitoron nézed. Egy, 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 rossz monitoron nem látod a különbséget, de egy tudom, 1 millió forintos bekalibrált monitoron, ami nem tudom, Hány ezer pixel felbontású, ott mindenki látja, mert hogy fizikailag képes vagy látni. Én azt szoktam, amikor tanítok is, hogy ez mint a keresd a Valdót, tudod? Uh -huh. Tehát, hogy ránézel a képre, látod. Tehát hogy fizikailag látod, mert van két szép szemed, és nem, nem vagy látás, nem, nem, nem rendelkezel látás problémával, csak nem tudod, hogy mire kell figyelni. Nem tudod, hogy hova kell figyelni. És itt, ha tudod, hogy mire kell figyelni, mindenki hallja. Uh -huh. Péter, hadd utalják vissza egy kicsit az előbbi ö, számodra, amit mondtad, hogy a, a, egy, a négy az aránya a, a, fizikai hordozóknak és a digitális zenének, hogy itt ö, azt olvastam, a, pont ugye látok a idei évtől lett egy jelentős változás jogdíjfelosztásban, ugye, hogy a, a jogdíjakat úgy fel, hogy az online hangzást azt felsúlyoztátok, ugye akkor korábbi 0% helyett 15% lett a, a, az aránya, miközben ugye a lemezek megcsökkentek ha jól látom, 41%-ról 20%-ra. De hogy ez miért most, 2023-ban, tehát úgy tűnhet ez nekem, hogy ezt az Artisius, ezt a, ezt a, a folyamatot, mintha, mintha, valahogy így lassabban vagy nehézkesebben reagálta volna le, tehát azért már évekkel ezelőtt ez a trend jellemző lehetett, amit te van egy nagyon könnyű válaszom, ugye az Artisius az egy egyesület, ahol a zeneszerzők, szövegírók, zeneműkiadók kiadók gyűlnek össze, és ők határozzák meg ezeket a szabályokat és egész egyszerűen ők úgy érezték, hogy ezt most érdemes megváltoztatni. Ennek nyilván az az oka, hogy lassan változott azért a, a közönségnek a zenehallgatási szokása, az igazi streaming áttörés az egyébként a pandémiával egy időben történt meg Magyarországon, tehát ott van egy nagyon látványos emelkedés, igen. Mm. E, úgyhogy e, ez az egyik oka, ez a most azért ez nem 2023, hanem 22, tehát egy majdnem egy évvel ezelőtti e, sztoriról beszélünk, tehát hogy ezekből rakódott össze az, hogy mire ők összeülnek, megbeszélik, ott voltam ezeken a beszélgetéseken, ezeken például előjöttek ezek a online visszaélések, hogy, e, a YouTube-on ki tud magának hány millió meghallgatást, megtekintést generálni. Tehát volt egyfajta félelem attól is, hogy nehogy mi még erősítsük azt, hogy ezekkel az összegekkel még jobban a csalók jobban járnak. És ezeket a félelmeket kellett kezelni, meg az ő egymás közötti viszonyukba kell eljutni odáig, hogy azt mondják, hogy igen, ezt a, ezt a változást, ezt meglépjük. A másik, ami szintén ehhez kapcsolódik, az pedig a slágerlisták, vagy a magyar slágerlisták, hogy ott is ugye a ma használ pont idén, az, az konkrétan idén volt ugye egy ilyen váltás, hogy korábban nem voltak, egyáltalán nem, számítottak a, a a streaming lejátszásról, hogy most viszont számítanak, és gyorsan át is mm -hmm. alakult a szerkezetén pillanatban. Nem, nem, nem vagyok mahasz egyáltalán, de ezt, ez tudom, hogy nekik egyébként volt, szerintem több mint tíz éve volt streaming toplistájuk, csak külön volt. Tehát Minden amit volt, most igen. változtattak, az az, hogy az album, az album top össze, összerakták, mert valóban az album toplista az, az úgy nézett ki, hogy a, a benzinkúton éppen azon a héten melyiket rakják ki, mert annyira lekopotta a, hagyományos értékesítési lánc, hogy szóval gyakorlatilag a utas értékesítéssel lehetett toplistára listára kerülni, és ezt változtatták meg, hogy tehát az album értékesítési toplistába listába is beleszámolják most már a, a streaminget. Igen, és csak, csak a hallgatóknak, hogy ez is a, a dalszerző blogon mm. olvastam, hogy, hogy a új változott meg a, a top a szerkezete innentől kezdve, a szem a a negyede, vagy a hiszem a top 20-nak a háromnegyede, vagy a kétharmada lett már online hallgatás alapján, tehát hogy nagyon tehát olyanok kerültek be a slágerlistákra, olyan előadók, akik, akik, korábban kiestek ebből a top kategóriában. Igen, hát a, a CD piacnak megvolt az az időszaka, amikor ugye úgy erodálódott, hogy mint a Balaton felvidéki tanúhegyek, így kimagaslott még belőle néhány olyan szereplő, aki még mindig használta ezt a, ezt a piacot igazán aktuális, és akkor emlékszem olyanra is, amikor a top listán volt a református énekek három, ami egyébként tök jó, de hogy tehát egyszerűen annak a piaca az még tovább kitartott, de azért legyünk őszinték, valószínűleg az, az, egy igazi top listára nem e, indokoltan kerül föl egy ilyen kérdvány. És ha már a jövőbe tekintünk, akkor itt a generatív AI-ról itt előzetesen volt már szó, hogy említetted, Dani, hogy ezt próbálja a Spotify is lesúlyozni ezeknek a jelenlétét, de mégis azért akár a zenekészítés uh, során uh, milyen trendekre, vagy milyen változásokra számíthatunk. Igen, yeah, igen, yeah, yeah. igen. Igen, tekintetében. Um, amúgy uh, én ahogy most nagyon belástam magam az AI témába, kettőfajta réteget találtam, aki még nagyon lebecsüli, mert aki már nagyon-nagyon-nagyon várja, úgyhogy ez, ez, a kettő van. Én való a kettő között vagyok, szerintem négy-öt év múlva kikerülhetetlen. Úgyhogy olyan szinten mondjuk a zenekészítésben egy partner legyen, egy, 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 egy túl, egy eszköz, és, és szerintem kikerülhetetlen lesz az AI. Most is a csomó hát AI alapú dolgot használunk, most hívjuk adatbázisnak, hívjuk statisztikai dolgoknak, tehát rengeteg olyan szótvár van, ami statisztikai alapúan, adatbázis alapúan működik, Isten igazából, most szerintem van egy olyan trend, hogy mindent AI-nak hívnak, tudod, marketingból, ott hmm. programozási szempontból semmi köze a mesterséges intelligenciához. Tehát itt most nehéz lesz kigobozni, hogy mi az, ami valójában deep learning, és mi az, ami csak statisztikai alapon fércel össze dolgokat, mert hogy ezt is szeretik AI-nak hívni. De ilyen tekintetben nézzük, szerintem négy-öt év múlva ez, ez teljesen átveszi az a átveszi az embereket a ugye közkeletű félelem az, hogy ez a sajtóban jelenik meg mindig így, hogy kinek meg minek fogják a munkáját elvenni a mesterséges intelligencia megoldások, hogy ebben az értékláncban a, a, a zeneiparban kinek a, 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 munkáját veszélyezteti a Senki Igazából szerintem azért egy steroid lesz. Tehát, hogyha a jó, a jó még jobb lesz tőle, mert hogy lesz egy óriási nagy segítsége, a, a, a rossz az, az rossz, mert az ugyanúgy rossz lesz, mert hogy a standardek is feljebb mennek majd. Tehát most az ilyen elégséges dolgok már nem lesznek, úgymond, hogy mondjam, tehát az elégséges dolgok nem lesz már egy nagy konst, már hogy megcsinálja az AI, és egyszerűen tevődik a minőségi tehát a napvégén. Szerintem ebből jól jön ki maga a zeneipar, de nyilván akik most így elevickéltek, mert középszerűek voltak, ők teljesen inkább lefele indulnak majd, mint felfele. Azt mondják, hogy nem attól kell félni, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkádat, hanem azt, hogy egy olyan valaki, aki minden. mesterséges intelligenciát használ, elveszi a munkádat. És ezért minden, de nem csak az elére igaz, ez, ez, ez a másra is. minden. És újságírás, egyebek, Úgyhogy ez, ez az egyik, amit el akartam mondani. A másik az, hogy pont most október elején volt a Dalszerzők Napjához kötődő kísérletünk, ahol készítettünk három dalt egy olyat, amit teljesen emberek írtak, emberek adtak elő, egy másikat, amelyiket teljesen a mesterséges intelligencia írt és adott elő, és egy harmadikat, ahol emberek dolgoztak, de a mesterséges intelligencia segítségével. És azt kérdeztük az emberektől, hogy ha meghallgatod a végeredményt, akkor meg tudod -e mondani, hogy melyiket írta ember és melyiket gép, és melyik a közös alkotás. És a kísérlet eredménye az volt, hogy az emberek 19%-a találta el mind a hármat. Tehát 81 már most nem tudja megmondani a különbséget. Az egész ügyesek voltak abban, hogy az egyébként tényleg gyakorlatilag hallgathatatlan, tisztán gépi alkotást megállapítsák, vagy azt gépírta, de ott is volt az emberek 25 aki azt feltételezte, hogy azt ember írta, és konkrétan a között a két dal között, amit emberek írtak meg, ami a vegyes, abban többen gondolták emberinek a vegyes dalt, mint azt, amit teljesen emberek. Érde. Ezeket a szempelőket feltöltötték valami fel, platformra, tehát meg tudjuk mutatni Mely, a hallgatóknak. Akkor majd igen. a... találkoztam ez is ezekkel. Köszi adalt oldalon, eh, ott meg lehet találni, oda, oda tettük ezeket föl. És az, az egy fontos kérdés persze, hogy ez a közös alkotás, ez hogy nézett ki. Tehát, hogy itt több körben adtak különböző eszközöknek utasítást ahhoz, hogy az akkordmenet olyan legyen, hogy a dalszöveg olyan legyen, elsőre nem sikerül, másodikra jobb lesz, harmadikra még jobban. Eleve hozzáértő módon történt az instruálás, tehát hogy pontosan mit kérünk, az, az, az se akár kimondta, hanem egy hozzáértő zeneszerző, zenei producer, és aztán azt mondták, hogy különösen egyébként az énekdallamban nagyon sokat kellett belenyúlni még, de egy hozzáértő zeneszerző, producer páros kezében, ez már most olyan eredményt ad, hogy nem hallja a közönség, a különbséget. És Dani, még itt az adás elején beszéltünk arról, hogy a, hogy a régi nagy CD orszakon szólt fel az előadók, hogyan birkoznak meg a, az streaming kihívásaival, hogy a mesterséges intelligenciához ők hogyan viszonyulnak. Tehát tényleg egy több évtizede pályán lévő előadó zenekar ugyanolyan, ugyanúgy nyúl-e, vagy ugyanúgy fog-e nyúlni ehhez a technológiához, mint egy, mint egy kezdő, vagy egy, mint, egy, mint egy fiatal tehetség, hogy, hogy lesz-e itt ilyen elvállás ilyen Én nem tennék korosztálybeli különbséget, azért mert szerintem ez beállítottság kérdése. Tehát ha ha megnézzük mondjuk a régi nagy öregeket, találunk olyan zenekarokat, akik mindig nagyon-nagyon újítóak voltak, és minden újdonságban először benne voltak, Metallica. Tehát, hogy a, tehát a Metallica volt az, ami marketing szempontból, jogi szempontból mindig feszegette a határokat. Ők, ők, a Napster botrány körül ők voltak az elsők, akik így az egész ellen felléptek. Tehát voltak olyan arcok, akik már nagyon, nagyon korán nagyon örültek ezeknek a dolgoknak. Én ezeket úgy hívom, hogy ilyen korai befogadók, ezek az early adopterek, és nyilván ugyanúgy én sok fiatalra dolgozom, és a fiatalok között is vannak konzervatívok. Tehát van egy fiatal, aki, aki úgy gondolja, hogy a zenéjét úgy fogja elkészíteni, hogy ő még, még egy szempölt sem akar használni, mert hogy ő akarja létrehozni. Annak ellenére hogy sokkal könnyebb lenne nyilván egy mintából mondjuk zenén, és csak egy mintáról beszélünk. Tehát szerintem ez beállítottság kérdése. Visszatérve a kérdésre, én azt mondanám, hogy ez a, ez a fajta ellentét hamar, sokkal hamarabb közelebb kerül egymáshoz, mint mondjuk az analóg-digitális átállás. Tehát, hogy az analóg-digitális átállás volt mondjuk idestól a 15-20 év, mire tényleg mindenki átszokotta a, a digitális dolgokra, itt szerintem lesz mondjuk négy hogy, hogy tényleg mindenki rájön, hogy nincs más út, hogy ez egy kikerülhetetlen dolog, és az életünk teljes részévé válik az, hogy, hogy lesznek AI alapú dolgok, félig automatizált, teljesen automatizált dolgok, és születnek olyan új munkák, amikről nem is tudunk. Hát mondjuk 2000-es évek elején kimondta valaki, -e lesz, hogy a social media manager vagy, vagy, vagy bármi. Tehát, hogy ezek nem létező dolgok voltak, felkészülni se lehetett rá, és valószínű, hogy elkövetkező négy-öt évben is lesznek olyan prompterek, vagy nem tudom, amit ma még nem léteznek, de muszáj lesz hozzá, mert hogy olyan dolgok jelennek. Hát ez a platformokra ugyanígy igaz, hogy TikTok sem létezett 2000 Én most már vannak TikTok szakértők, akik ebből élnek, és ez által elég jó. Szóval tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez, generálni fogja azokat, hogy hova kell fejlődnie. Lehet, hogy most nem lesz olyan producer, aki konkrétan producer, hanem, hanem egy prompter lesz, aki, aki kvázi a mesterség és intelligenciát fogja megtanítani programozni, de ugyanúgy kell egy emberi felügyelet minden felett. És ez lesz szerintem az érdekes. Hát lesznek ennek még érdekes vetületei, meg kulturális kicsengése is, amiről most itt jelen szerintem nem érdemes beszélni, mert az nagyon messzire vezet, mert tényleg, hogy akkor hogyan alakulnak majd a zenék, kultúrák és az egyéb kulturális trendek ezeknek a technológiai változásoknak a hatására. Szerintem ez egy szuper végszó, Andani. Köszönjük szépen nektek, hogy eljöttetek ebbe az adásba. A, amik elhangzottak az adás során, azokat szokás szerint be fogjuk linkelni a Discord szerverünkre. Jövő héten, ha minden igaz, akkor ismét Crafty fog következni, mert most így meg megzavarodna, mert most előre hoztuk ezt a felvételt de hogy nagy jövő héten kezünk is jelentkezünk, és utána még két hét múlva ismét weekly adás lesz. Köszi szépen Péter, hogy eljöttél, köszi szépen Nani, hogy eljöttél, köszi, hogy meghallgattatok minket, találkozunk két hét múlva a HVSV weekly-vel. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.